Diák zsebkönyv. Ma már ilyen nincs. Pontosabban olyan nincs, amelyeket a 60-as és a 70-es években árusítottak. Diák zsebkönyv néven ugyanis még manapság is felbukkan egy-egy kiadvány, de azok korán sem olyan tartalmasak, mint amilyenek a régiek voltak. A 60-as és a 70-es évek fiatalságának körében nagy népszerűségnek örventek a diák zsebkönyvek, amelyek olyanok voltak, mint egy zsebben elférő kincses kalendárium. Az első oldalakon a következő két évet tartalmazó naptár volt található egy-egy cikkkel, híres ember életének ismertetésével és grafikákkal színesítve. Ezek után humoros illusztrációk, egy-két történelmi leírás, viccek, híres emberektől való idézetek és egyéb anekdoták szerepeltek a zsebkönyvben. Az év kedvencei című rovatban pedig az akkori sztárok, énekesek, filmszínészek, rendezők életének rövid bemutatása is szerepelt. A zsebkönyvnek a humor mellett irodalmi s matematikai rovata is volt, de tény, hogy túlnyomó részében a nevetésé, a szórakozásé volt a főszerep. Talán még a Hahota zsebkönyveket lehetne a diák zsebkönyvekhez hasonlítani, viszont a Hahota csupán a humorra épített, míg a diák zsebkönyvek fontos ismeretanyagot is kínáltak. Azok a klasszikus diák zsebkönyvek még ma is hiányoznak. Akik pedig emlékeznek rájuk, azoknak remélem sikerült néhány kellemes percet szereznem ezzel a kis nosztalgia videóval. Sziasztok!